Aztán a hat... Mi? Hanyadik ez már? Sziasztok, Matilda vagyok, és majd újabb kedvenc könyvsorozatomról fogok beszélni. Ez nem más, mint az Így neveld a sárkányodat sorozat Cressida Cowell-től. Hát az Így neveld a sárkányodat az szerintem a legtöbb embernek ismerős, már csak a DreamWorks animációs film miatt is, és én is eredetileg ebbe az animációs filmbe szerettem bele. Ugye annak volt az első része, 2010-ben, 2014-ben volt a második része, és jövőre jön ki a harmadik és utolsó része a filmsorozatnak, ami elszomorít kicsit, mert én imádom a filmet. Nemrég jött ki az első trailer hozzá, amit nagyjából ötször néztem meg így egy nap alatt, úgyhogy kicsit se kattantam rá. Ja, úgyhogy most előjött megint az Így neveld a sárkányodat mániám, úgyhogy most már muszáj beszélnem róla. Én először az Így neveld a sárkányodat könyvekkel végül is úgy ismerkedtem meg, hogy tetszett a film, kijött a második rész, aztán 2 éve megkaptam az első részt, és hát ha már elolvastam az első részt, és tetszett is az első rész, annak ellenére, hogy teljesen más, mint a film. Úgy voltam, hogy jó, akkor olvassuk el a másodikat, és ebből jött a harmadik, negyedik, és így tovább az egész sorozat. És meg kell mondjam, engem nem zavart, hogy a film meg a könyv különbözik, szóval, hogyha el tud vonatkoztatni az ember a filmes dolgoktól, mert valószínűleg a filmet előbb látja, mint hogy olvassa a könyvet, akkor a könyv teljesen élvezhető, mert nagyon jó stílusban meg van írva, vicces, rövid, könnyen olvasható, tele van az írónő illusztrációival, mert 10 éves korosztálynak írodott úgy nagyjából. Szóval, hogyha valaki el tud vonatkoztatni a filmtől, akkor ezek nagyon élvezhető könyvek, legalábbis én nagyon élveztem őket. Az első rész az Így neveld a sárkányodat, erről beszéltem egy másik videóban, úgyhogy azt most nem mondanám el még egyszer, de belinkelem a leírásba ezt a videót, hogyha valakit érdekelne. A második rész az Így legyél kalóz, a harmadik rész az Így beszél sárkányul, aztán a negyedik rész az Így véd ki egy sárkány átkát, az ötödik rész az Így fejtsd meg a tűzkő titkát, a hatodik a Hősök kézikönyve a halálos sárkányokhoz, aztán a hetedik az Így utaz sárkányviharon, a nyolcadik ez az Így törd össze egy sárkány szívét, itt már kezdenek kibontakozni a nagy dolgok. És akkor jön a 9. rész, az Így lopd el egy sárkány kardját, és itt így elindulunk lefele a lejtőn, mármint szegény hablat indul el lefele a lejtőn. Ez egy durva rész volt. Na de a következők még durvábbak, tehát így oké, az elején tényleg ilyen nagyon gyerekkönyvesen indul, de mire így ide érek, addigra így már kezdek nagyon izgulni. A 10. az Így szerezd meg a sárkány követ. Igen, itt már tényleg így teljesen kétségbe esik az ember. És akkor jön a 11., ez még nem jelent meg magyarul. Hát, hogyha ki kéne találnom, mi lesz a magyar címe. Ez egyébként a How to Betray a Dragon's Hero, szóval Így áruld el egy sárkány hősét. Na ez a könyv, ez már így feszegette a határokat, kezdtem nagyon kiakadni. És akkor jött az utolsó, a How to Fight a Dragon's Fury, vagyis Így harcolj egy sárkány haragjával, nem tudom, hogy mi lesz a magyar címe. Ezután a könyv után én olyat bőgtem. Egyrészt, mert befejeződött a sorozat, másrészt meg ahogy befejeződött a sorozat, mert nem szeretnék spoilerezni meg semmi, szóval nem is akarok túl sokat mondani, de próbálom így burkoltani, így, hogy az érzelmeimet át tudjam adni, szóval befejeztem ezt az utolsó 12. részt, és nem mondom, hogy nem happy end lett a vége, de azt sem mondom, hogy happy end lett a vége, mert ezt igazából szerintem mindenki magának tudja eldönteni. Én tudom, hogy nem úgy fejeződött be a történet, ahogy én szerettem volna, és ez azért is fájt nagyon, mert tök igaza volt Cressida Cowell-nek, ahogy befejezte, és ez nagyon fájt nekem. Az utolsó könyvet azt végigbőgtem. Én teljesen beleszerettem ezekbe a könyvekbe. Hogy miért? Hát mert Cressida Cowell-nek egyrészt nagyon jó az írói stílusa, és a könyvek is nagyon humorosak, és ez nekem tetszett, és így könnyen lehetett őket olvasni. A második ok, amiért én nagyon szerettem ezeket a könyveket, hogy vikingek és sárkányok. És a harmadik, hogy ezeknek a könyveknek így részenként nagyon nagy tanulságai vannak. Én tényleg teljesen kész voltam ezektől a könyvektől. Mindegyik rész egy különálló kis kaland, de csak akkor veszed észre, hogy mennyire össze is függ az összes rész, mikor odaérsz ugye a 9. részhez, és akkor így úristen, hogy ez ezért volt, és ez ezért volt, és ez ezért volt, és ez nagyon durva volt. Tehát én eldobtam az agyam tényleg, tehát amikor így rájöttem, hogy minden így összefüggött, mert előtte nem is gondoltam, hogy így ennyire összefüggenének az események. Ja, ez egy nagyon jó sorozat. Ki a kedvenc szereplőm? Hát, hogyha Hablatyot és Fogatlant kizárjuk, akkor, mert hát egyértelműek a kedvenceim, kik mások lennének, de hogyha őket kizárjuk, akkor azt mondanám, hogy Kamikázi, mert Kamikázi nagyjából
a filmbeli Astridnak felel meg, és igaz, itt tök más a két karakter, de én Kamikázit itt nagyon bírtam, meg nagyon vicces volt. Azt nagyon sajnálom, hogy egyelőre itt így Magyarországon, mivel gondolom, hogy még nincsenek lefordítva a könyvek, így annyira nem is olvassák az emberek, meg lehet, hogy igazából alapból is azért nem olvassák annyira, mert félnek tényleg, hogy a könyv meg a film más, és akkor inkább a filmet szeretnék visszakapni, de tényleg, hogyha valaki el tud vonatkoztatni a filmektől, akkor én esküszöm, hogy ezek az Így neveld a sárkányodat könyvek nagyon, nagyon élvezhetőek és nagyon jók, és én nagyon szerettem őket. Úgyhogy most így kijött a harmadik film trélere, úgyhogy azt szerintem kb. Még megnézem pár százszor, mire márciusban kijön a film, de addig lehet, hogy még egy Így neveld a sárkányodat újraolvasást is tartok, mert tényleg szégyenletesen kevés dologra emlékszem a könyvekből, és annyit még mondok, hogy ami a film előzetesében van, az alapján van egy nagyon, nagyon rossz előérzetem azzal kapcsolatban, hogyan fogják befejezni a filmet, és nagyon félek, hogy a filmet úgy fogják befejezni, mint ahogy az utolsó könyvet befejezik Residokával, és azt nagyon nem szeretném, de hát igen, igen, nem mondok többet, nem akarok tényleg spoilerezni, meg segít elbizonytalanítani, de én nagyon várom a filmet, és most teljes Így neveld a sárkányodat lázban égek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!